megrendítő élmény az orgona szó a nyírbogáti templomban. A majd 200 éves épület az utóbbi évtizedben jelentős felújításon esett át. A templom teljes megújulása mellett belefért az is, hogy nagyon sok ember fogott össze, nagyon sok ember támogatta pénzzel is a felújítást, illetve nagyon köszönjük a támogatásokat, a pályázati úton való támogatásokat a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalnak, a Magyar Falu Program keretéből jövő támogatásokat is köszönjük. Ezek kellettek ahhoz, hogy közös erővel megújulhasson ez a itt most már majdnem 200 éve álló templom. Ez a mai alkalom jubileumi év is volt, a templom építésének a 200. évét ünnepeljük, és hát majd 2028-ban lesz az az év, amikor pedig a teljes elkészülésének a 200. évfordulója lesz ebben a templomban. Vasárnap hálaadó istentiszteletet tartottak a templomban. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, a város közössége erősödött a korszerűsítéssel. Immár szinte minden egyházi ingatlanunk kevés kivétellel megújult, és ilyen formán segítjük az egyházi közösségek működését. Szeretném tehát megköszönni kormánynak, köszönöm a megyei közgyűlés segítségét, és azt kívánom, hogy ez a templom is hirdesse az Úr dicsőségét, és szolgáljon a közösségeink építésére. Az istentiszteleten szólt a beruházás koordinációjáért felelős vármegyei önkormányzat elnöke is. Szeszták Oszkár azt mondta, a vármegyében összesen, több templomra nézve, körülbelül 1 milliárd forintot tudtak fordítani ilyen célokra. Egy olyan magyar-román együttműködési programban, amely uniós pénzeket is felhasznál, de jól tudjuk, hogy az uniós pénzek azok a mieink, és joggal számíthatunk az Európai Uniótól erre a támogatásra, és hát lehet jó célokra is használni uniós forrásokat, nem csak infrastruktúrális és egyéb beruházásokra, hanem olyan célokra is, amelyek egy-egy gyülekezet, egy-egy műemléképület megújítását célozzák. Ez egy alapvetően műemlék megújítási program volt, amelyben számos műemlék épület újult meg a vármegyében, döntő részben műemlék templomok, ökumenikus alapon görögkatolikus, római katolikus és református templomok. Próbált összesíteni, de összességében a templom felújításokra azon 1 milliárd forint, az talán nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy a vármegyében ilyen forrásokat sikerült erre felhasználni. A beruházás átadóján részt vett Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkára is, aki úgy fogalmazott, az uniós forrás, nem támogatás, az jár nekünk. Köszönetet mondok az egyház közösségnek, presbitériumnak a nagyszerű döntésért. Köszönöm vármegye elnökének, hogy valóban ebben a pályázatban nem hagyták ki Nyírbogátot, és hát mondhatnám azt is, hogy köszönetet mondanék az Európai Uniónak a támogatásért. Persze ezt vegyük egy halvány bocsánat kérésnek az ő részükről. Egyrészt, ahogy hallottuk, ez a pénz ez jár, ez a miénk. Másrészt, mielőtt meghatódnánk attól, hogy az Európai Unió támogatott valamit, azért szögezzük le. A múltban is, és most is sokszor cserben hagytak, illetve cserben hagynak minket. Tehát ehhez képest ez a támogatás, hát egy enyhe, kicsi fájdalom ír, ha szabad így fogalmazni. A város polgármestere arról beszélt, hogy reményei szerint a templom korszerűsítése nem csak egyházi, hanem közösségi célokat is szolgál majd. Én azt gondolom, hogy a református egyházközösség mindent megtett annak érdekében, hogy ez a közösségi tér szolgálja a jövőben az itt élő fiataloknak, időseknek egyaránt a lelki épülését. Én azt kívánom innen is a református egyházközösségnek, hogy ez a megújult műemléktemplom ne csak egy épület, ne csak egy műemlék legyen, hanem szolgálja a közösség építését, mert egyébként
maga a templom nem fogja a küldetését betölteni önmagától, és ahogy az ünnepi beszédben is elhangzott, azt kívánjuk az itt élőknek, hogy koptassák el a padlózatot, és ne legyen ilyen szép fényes az elkövetkezendő években. A beruházás részeként nem csak a belső terek, hanem a külső falak és nyílászálók is megújultak. A következő nagy ünnep 2028-ban lesz, amikor a református templom felépítésének 200. évfordulóját ünneplik majd Nyírbogáton.